Közel másfél kilométernyi út és járdaszakasz kap új burkolatot a város utcáiban. Lezajlott a leendő első osztályos gyermekek beiratása, az előzetes adatok alapján 155 kisgyermek kezdi meg szeptemberben az iskolai tanulmányait a város általános iskoláiban. A járványhelyzet okozta kényszerű szünet után május 28-án újra megnyitja kapuit a hajdunállási gyógyfürdő. Újraindult a városi sportélet, csoportos edzésbe kezdtek a férfi kézilabdaklub utánpótlás játékosai és a nánási focisuli növendékei is. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. Hajdunánáson több mint 70 km a szilárd burkolatú utak hossza, és a kiépített járdák felülete is bőven meghaladja a 100 000 négyzetmétert, amely folyamatos karbantartást igényel a város önkormányzatától. A május közepén kezdődött útfelújítási munkálatok során aszfaltburkolatot kapnak a Széchenyi körút, az Óvoda és Iskola utcák bizonyos út és járda szakaszai, illetve az Achim András utca mintegy fele. Az utcák, járdák állapota mindig is közbeszéd témája, hiszen mindennapi életünkben fontos szerep jut annak, hogyan, milyen utakon közlekedünk, főként manapság, amikor nagyon sokan gépkocsival kelnek útra nap mint nap. Hajdunánáson minden évben sor kerül bizonyos mértékű út, illetve járda felújításra, így idén is. És amikor mindezekről beszélünk, nem feledhetjük el, hogy utcáink nem ekkora mértékű és terhelésű gépjárműforgalomra terveződtek annó. Nagy Imrével, a Városi Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Csoportjának vezetőjével a Széchenyi utca már éppen elkészült szakaszánál beszélgettünk arról, hogy hol, merre kerül sor út, illetve járda felújításra, és hogy milyen forrásból sikerül mindezt megvalósítani. Hajdunánás Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be, ugye a belügyi minisztérium által előírt ilyen önkormányzati feladat ellátást támogató pályázati kiírásban. Ennek keretében megújul ugye több útszakasz, illetve járdaszakasz. A felújítási munkálatokat május derekán kezdték el az érintett útszakaszoknál. Három útszakaszt érint ugye a pályázat. Első körben a Hunyadi utcának ugye a Óvoda utca kereszteződésétől, ott a gyalogos átkelőhelytől teljes a Bartók Béla utcának a kereszteződéséig. Ez egy közel 86 folyóméter hosszúságú szakasz. Itt ez egy 6 méter széles ugye útburkolat, ez teljes egészében egy új 4 cm-es koporaszfalt réteget kapott. Az egyik oldalán ugye kiemelt szegély átépítése, a másik oldalon a parkolóknak egy új aszfaltozásával. Ott annyi műszaki tartalom plusz került vele, hogy ugye a parkolók, illetve az út burkolat csapadékvizének a elvezetése nem volt megoldott, ezért ott egy folyókával gyakorlatilag ennek a csapadékvíznek a levezetését is sikerült elvégezni. A kanyargós Széchenyi utca bizonyos szakasza szintén megérett már a felújításra. A másik szakasz ugye a Széchenyi utcának egy burkolat felújítása, ez közel 180 méteren újul meg. Ez is egy meglévő 3 méter széles útburkolat, ugye a kátyus, illetve egy erősen kátyus romlott állapotú volt, ennek is egy ilyen megfelelő kiegyenlítésével, lokális javításával, egy 3 méter szélességre történő szélesítésével készül el az útburkolat, illetve ezen a szakaszon már az út mellett egy két oldalról 50-50 cm patka kerül kialakításra, nemesített útpatka, és gyakorlatilag ezzel is a csapadékvíz megfelelő elvezetése, illetve az útburkolat megfelelő használatát fogja biztosítani. Erre a mostani felújításra nagyon vártak már az Achim András utcán lakók, hiszen több közmeghallgatáson évről évre visszatérő téma volt az utca állapotának, erősen kritikus volt, ebből következően a felújítás igénye. A jelenlegi források sajnos az utca jó felének munkálataira elegendőek csak. Ez közel 480 méteren fog új aszfaltburkolatot kapni, illetve ott is ugyanúgy elvégzik a szélesítését, ahhoz szükséges lokális javításokat. Az Achim az erősen megromlott állapotú volt, kátyús, tehát ott több helyen kellett lokálisan javítani, illetve nagyobb burkolatokat visszabontani, illetve itt is 3 méter szélességre lesz szélesítve az aszfaltburkolat, 4 cm kopó aszfalt réteget kap ez is teljes hosszában, illetve ugyanúgy 50-50 cm nemesített patkát, illetve ugye földpatkát mellette, és akkor így alakulnak ki gyakorlatilag ezek az utak. Az utak mellett bizonyos járdaszakaszok is új aszfaltburkolatot kapnak, tájékoztatott Nagy Imre.
a járdák tekintetében az iskola utcának a páros oldalának a járdája kap új aszfaltburkolatot, AC8-as aszfalt réteggel, ugye a meglévő járda szélesség az megmarad, ugye az aknáknak, amit van az útszakaszon, azok szintbeemelése megtörténik, és egy ilyen 3 cm vastagságú új aszfaltburkolatot kap, megfelelő csapadékvíz elvezetéssel. Ugyanúgy az Óvoda utcának a páratlan oldala, a szervizúttól az Óvoda utca 21 számig újul meg. Gyakorlatilag ez is ugyanezzel a műszaki tartalommal, a meglévő járdaszélesség megmarad, egy új 3 cm-es aszfalt réteget kap értelemszerűen, ahol szükséges az ilyen lokális javításokat elvégzi a vállalkozó, kivitelező visszabontásokkal, új alapréteg képítéssel, és akkor ennek tükrében, illetve a harmadik szakaszban a Széchenyi utcának is egy ilyen 150 méteres járdaszakasza újul meg, vagy közel 150 méteres járdaszakasza a meglévő járdaszélesség felújításával, pontonkénti törésével és ugyanúgy 3 cm aszfalt réteg kialakításával. Mint megtudtuk, a kivitelezési munkálatokat a Hajdunánási Elánép Kft. Végzi, és várhatóan rövidesen be is fejezi. Várhatóan június közepére kerül teljesen átadásra. Ugye van többnyire a Hunyadi utcán a útburkolati elfestés, az ugye fog valószínűleg egy kicsit későbbre tolódni, de június közepéig várható ennek a teljes elkészülete. A szeptemberben induló új tanévben a Bocska István általános iskolába összesen 109, míg a református általános iskolában 46 gyermeket irattak be, hogy megkezdhessék iskolai tanulmányaikat. Idén a járványügyi helyzetre való tekintettel online, elektronikus formában történt meg a beiratkozás és a gyermekek adatainak rögzítése. Idén új módszer szerint zajlottak a beiratkozások a város általános iskoláiban. A koronavírus járvány okozta korlátozások és a vírus terjedésének visszaszorítása érdekében a személyes kontakt minimálisra csökkent, így a gyerekek beiratása is elektronikus formában történt idén májusban. A szülők és az iskola dolgozói így is eleget tudtak tenni ennek a feladatnak, szerencsére minden zökkenőmentesen zajlott. Járványveszély miatt a személyes találkozásokat azt igyekeztünk a lehetőleg kevesebb számra csökkenteni. Szerencsére a Kréta adminisztrációs modulnak a felülete az jól működött és tudta fogadni a szülők jelentkezéseit. Tehát elsősorban az elektronikus jelentkezés volt a jelentkezések számában a túlnyomó többség. A Kréta e-ügyintézés felületét nagyon rutinosan használta a szülők többsége. Akinél valamilyen technikai akadály volt, velük telefonon konzultáltunk, telefonos segítséget adtunk, illetve volt néhány szülő, akit személyesen fogadtunk a beiratkozás során. Azt kell mondanom, hogy a helyzettől függetlenül elég gördülékenyen lezajlott a beiratkozás időszaka. Pontosan még nem tudják, hogy hány elsős osztályt indítanak a Bocska István általános iskola tagintézményeiben, azonban 109 leendő elsős kisgyerek a Bocska iskolában fogja megkezdeni iskolai tanulmányait. 109 első gyerekünk lesz most, tavaly pontosan 100 volt, tehát 9-el több elsős kisgyerek lesz. Jelenleg ennél több információt nem tudok adni, hiszen a szülők számára nyilván nagyon fontos az, hogy melyik kisgyerek melyik osztályba kerül. Ugyanúgy, ahogy az előző években, most is igyekszünk majd a szülők kívánságait a legnagyobb mértékben igénybe venni, de erről majd a iskolai honlapon tudunk tájékoztatni szülőket, illetve mindenki természetesen személyesen is megkapja a tájékoztatást arról, hogy felvételre került a kisgyerek az iskolába, illetve hogy melyik osztályba kerül. A Bocska iskola életében is szeptembertől egy igen jelentős változás következik be, mivel bevezetésre kerül az új nemzeti alaptanterv, ami 2 év folyamat is érint majd. Szeptembertől igazából ami jelentős változás a eddigi iskolai élethez képest, az az új nemzeti alaptantervnek a bevezetése az első és a 5. évfolyamon. Igazából ezen a 2 évfolyamon még jelentős változás nem fog történni az előző évekhez képest, viszont az igen, majd a következő években, hogy más-más óraszámban tanulhatnak a gyerekek informatikát, illetve csökken
csökken néhány órával az egy-egy hétre jutó iskolai leterheltség, illetve csökken a gyerekek számára megtervezett tanítási anyag is. A tananyag is, reméljük, hogy a felszabaduló idő az a képességeknek az elmélyítésére szolgál majd. A Bocska István általános iskolában megszokottnak mondható, hogy egész nyáron táborokkal várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Idén módosultak az eredeti tervek a vírus miatt, de a táborok nem maradnak el, mindenképpen tervezik a nyári táborok lebonyolítását az iskolában. Nagyon szeretnénk nyári táborokat tartani. Egyrészt azért, hogy kiszabaduljon mindenki a otthoni fogságból, és szabadabb, szórakoztató körülmények között találkozzanak újra a gyerekek. És szerintem a pedagógusok is várják, hogy találkozzanak a gyerekekkel, hiszen ez a normális élet az iskolában. Mi nagyon szeretnénk olyan táborokat rendezni, ami a tavalyi és a tavaly előtt évben már elég gördülékenyen működött, hiszen ezek a táborok azok, ahol szórakozva tanulni is tudnak a gyerekek, és most bizony 2 hónap kiesett a iskolai tanulási időből, tehát ez a tábori program ezért is hasznos lenne. Én úgy gondolom, hogy ezeket meg is fogjuk tudni majd szervezni. Nyilván erről sem fogunk tudni most részletekről beszélni, hiszen a járványügyi helyzet az folyamatosan változik, szerencsére a pozitív irányba. Úgy gondolom, hogy júniusban, júliusban, vagy inkább úgy remélem, hogy júniusban és júliusban már a tavalyi évhez hasonló körülmények között fogjuk tudni a nyári táborokat megszervezni. De lesznek nyári táborok. A református általános iskolában szintén lezajlott a leendő elsős kisdiákok beiratása, ami ebben az intézményben is elektronikus formában történt. A következő tanévre az első osztályosok beiratkozása elektronikus felületen történt, a szülőknek nem kellett megjelenni mi nálunk, hanem azt a kérdőívet kitöltötték, mi az alapján vettük a gyerekek adatait, ez alapján tudtuk a beiratkozást úgymond végrehajtani. Majd szeptemberben, amikor vagy akár augusztusban a szülőértekezleten, amikor rendezünk, majd ott a szülők hivatalosan aláírással mindent igazolnak. A rendelet ezt megengedte, hogy így hajtsuk végre a beiratkozást. Összesen 2 új elsős osztály fogja várni a gyerekeket a református általános iskolában szeptemberben. Jelenleg 2 osztályt tudunk indítani, 2 első osztályt, 2x23 fővel, ennyi is volt engedélyezve. Terveztük egyébként a szülőknek is, így hirdettük, hogy kis létszámú osztályokat, de nem is tudtunk volna több gyermeket felvenni, mert elértük ezzel a férőhely számunk maximumát. 10 gyermek visszamarad a óvodába, tehát erre lehetőség volt, és 3 vagy 4 plusz, akiket helyhiány miatt nem tudtunk sajnos így felvenni. A református általános iskolában a gyerekeket szeptembertől az új iskolaszány várja, valamint rengeteg korszerűsítés és újítás zajlik, amíg nincsenek ott a gyerekek. Folyamatosan megy a munka az iskolába, építési terület az új rész és a régi iskolaépületünk is, hiszen itt az energetikai felújítást még nem tudták akkor befejezni, és ezt is csinálják, nagy porral jár, plusz még elektromos rendszer felújítás is van, úgyhogy per pillanat nem is tudnánk gyereket fogadni, nekünk most nagyon szerencsés ez a helyzet, hogy digitális tanrendben tanítunk, mert így nagy valószínűséggel biztos be tudjuk fejezni az iskolát, az egészet komplexen át tudjuk adni, szeptember 1-től már a kibővített iskolaépületünkben kezdhetjük meg a tanítást. A nagy változás az, hogy birtokba veszük az új épületünket, 3 új szaktanteremmel, ami ugye egy felállást, az eddigi fix tantermeket egy kicsit megbolygatja, hanem vándorlás lesz, mint nagyon régen volt a régi iskolákban, ugyanis most 5 szaktantermünk lesz, és ezt csak úgy tudjuk kihasználni maximális kapacitásra, hogyha vándorlást beindítjuk, főként felső tagozatba, de hát a szaktantermek olyanok, hogy abban azért az alsósok is részt vehetnek, informatika szaktanterem, rajz, ének, ilyenek, úgyhogy ők is fogják használni nyilvánvalóan az új termünket és az új épületünket. A református általános iskolában a nyári táborok és a nyári napközi gondolata még nagyon bizonytalan, de az iskolában gondolkoznak alternatívákon, amivel a gyerekek nyári felügyeletét és kikapcsolódását tudják biztosítani. Több tényezős kérdés, ugye a rendelet is szabályozni fogja, gondolom, hogy milyen létszámmal és hogy lehet nyári tábort, ott alvóst, illetve napközis, iskolai napközis meg gyermekmegőrzés, gyermekfelügyeletet végrehajtani. Tulajdonképpen nekünk az a nehézségünk, hogy itt építési terület még az iskolánk. Az udvarunk is tele van törmelékkel, mindennel. Több lépcsőből álló dolog, hogy meg tudjuk mondani, hogy hány gyermeket és mikor tudunk fogadni itt a nyári szünet folyamán. Hogy tudjunk segíteni a szülőknek, hogy nyilván valami ők is
szabadság hiányában vannak, és vissza kell menni dolgozni. Igyekszünk majd kitalálni valamit. Jelenleg a Bocska iskola Ovoda utca intézményegységében most is igénybe vehető a gyermekek napközbeni felügyelete, ami közösen zajlik a református általános iskola diákjainak felvigyázásával. A járványveszélyes időszakban a város közösen szervez a általános iskolásoló gyerekeknek ügyeletet. Ez azt jelenti, hogy a református iskola és a Bocska iskola közösen szervez az ügyeletet. Ez egészen addig, amíg a járványveszélyes helyzet tart igénybe vehető a szülők részéről, természetesen előzetes egyeztetés szükséges, hiszen terveznünk el a pedagógus létszámot, illetve a helyiségeket is hozzá. Jelenleg egy tanteremben legfeljebb 5 tanuló tartózkodhat, a tanteremben nem kell maszkot viselniük a gyerekeknek, a iskolaépületen belül igen. A ügyeletet 8:30-tól 5:30-ig vehetik igénybe a gyerekek. A étkezés ugyanúgy biztosított a gyerekek részére, mint a tanítási idő alatt. Természetesen előtte, ahogy mondtam, ezt egyeztetnünk kell. A református iskolában is és a Bocska iskolában is várjuk a szülők érdeklődését. Szeptemberben tehát a református általános iskolában összesen 46 gyerek, míg a Bocska István általános iskolában 109 kisdiák kezdi meg iskolai tanulmányait. Mint ismert, a koronavírus járvány megfékezésére tett kormányzati intézkedéseket, valamint a magyarországi fürdők döntéseit mérlegelve a Hajdnanási Gyógyfürdő március 16-ától felfüggesztette szolgáltatásait. Az elmúlt hetekben a fürdő alkalmazottai folyamatosan végezték el az éves karbantartási munkálatokat, valamint a szakszerű felújítási és javítási munkákat. A kényszerű szünet hetei után május 28-án a Hajdnanási Gyógyfürdő korlátozott üzemmódban megnyitja kapuit. A kül- és beltéri termálvizes gyógymedencék, a szaunák, illetve a gyógyászati részlet kezeléseit egyelőre nem vehetik igénybe a vendégek, de a kültéri sportmedence, a 2 tammedence, a csúszda, továbbá a gyermekmedence is várja a fürdőzés kedvelőit. A korlátozott üzemmód miatt változtak a belépők árai. A felnőtt jegy 1000 forintos áron, a gyermek, diák és nyugdíjas belépő 800 forintért vásárolható meg. A hatósági előírások a fürdő befogadó képességét 400 főre korlátozzák. A parkolás igénybevétele a fürdő előtti parkolóban jelenleg díjmentes. Az intézmény vezetősége arra kér minden fürdőlátogatót, hogy indulás előtt a fürdő területére vonatkozó korlátozásokról tájékozódjon a Hajdnanási Gyógyfürdő telefonos vagy elektronikus elérhetőségein. A koronavírus járvány terjedését megelőző biztonsági intézkedéseknek megfelelően március közepe óta nem tréningeztek közösen a városi sportegyesületek játékosai. A korlátozások enyhítésének köszönhetően először a férfi kézilabdaklub utánpótlás korosztályai, majd e hét elejétől kezdve már a Nánási Focisúli Egyesület növendékei is edzésbe álltak. Úgy van, az még mehet vissza, 1-2, há, csapóval a lövés. Jó lesz. Ugyan nem a megszokott helyszínen, nem a megszokott létszámban, de újra közösen edzenek a Hajdnanás KSE ifjú kézilabdázói. A kormány április 30-án jelentette be többek között, hogy a profi, amatőr és tömegsportban is engedélyezi az edzést és az ártkapus eseményeket. A Magyar Kézilabda Szövetség erre reagálva néhány nappal később megfogalmazta, milyen feltételek mellett érdemes az egyesületeknek újraindítani a tréningeket. A klub ezt figyelembe véve kezdte megtartani az első csoportos foglalkozásokat a Nagy Norbert Sportközpont műfőves pályáján május 11-én. A Magyar Kézilabda Szövetség hozott egy ilyen határozatot, úgy mondjam, egy ajánlást, aminek a betartásával mi is úgy döntöttünk, hogy az utánpótlásba elkezdjük a nem azt mondom, hogy felkészülés, hanem a visszatérést ugye a pályára. Ennek ugye szigorú szabályai vannak ugye jelen vírus helyzetben nagyon sok mindennek meg kell felelnünk, és ezen az edzésen is, ahol most vagyunk, ugye kis csoportos foglalkozásokat lehet tartani. Ugye ott kezdődik az egész, hogy szabad téren lehet ezeket a foglalkozásokat megszervezni. Ugye a kézilabda az nem szabad tér sporták, de ennek is roppant módon örülünk, hogy végre találkozhatunk a gyerekekkel, és a gyerekek is találkozhatnak egymásra. Tehát egyrészt ugye szabad téren lehet, és kis csoportos foglalkozásokat, ami azt jelenti, hogy 5, maximum 6 főben maximalizálta a Kézilabda Szövetség a gyerekek létszámát, és ugye megvan határozva, hogy nem lehet teljes
időtartama edzést tartani, a 30 perctől a 45 perc körüli időtartama lehet a gyerekeket foglalkoztatni. Igyekszünk ugye megfelelni minden higiéniai követelménynek, a edzések előtt, edzések után a gyerekek kezét, labdájukat lefertőtlenítjük, minden gyerekünk minden edzésen kap ásványvizet, kaptak egy vitamint, kaptak kézfertőtlenítők, és igyekszünk azért minden szabályt betartani, hogy meggátoljuk azért a vírus tovább terjedését. A fiatalok az elmúlt két hónapban otthon egyénileg végeztek gyakorlatokat, az interneten keresztül tartották a kapcsolatot edzőikkel. A közös edzés más élményt jelent a gyerekeknek, ez a lelkesedésükön is érezhető. Mindenképpen örömet látok az arcokon, és nagyon várták már közel két hónapos kihagyás után, hogy lássák egymást, kézilabdát fogjanak, bár otthon fogtak labdát, hiszen eddig beszéltünk, hogy online edzések voltak, de hát ugye egyedül végezni valamit az nem olyan, hogy nem olyan, mint ugye találkozni a társakkal, és akár passzolni neki egy labdát, akár egymás társaságában lenni, úgyhogy ez mindenképpen nagyon örömmel tölti a játékosat, és azt gondolom, hogy az edzőket is. A saját csapatommal mondhatom, az U9 és U10 csapatok egy fél órás edzést tartunk, és azokon 5, illetve 6-os csoportokban vesznek részt a gyerekek. És azt gondolom, hogy mindent csinálunk most, mindennek örülnek a gyerekek, futkározunk, labdázunk, koordinációt fejlesztünk, és minden olyat, amit eddig is, de most itt a szabadabban, és azt gondolom, hogy még-még nagyobb örömmel a kiesett két hónapot pótolva. A szervezett szabadtéri edzések az ifjúsági és a felnőtt keretet nem érintik. Miután a bajnoki szezon lezárult, a sportolók továbbra is az egyéni edzéstervet követik. A későbbi újrakezdéssel kapcsolatban egyelőre nem lehet konkrétumokról beszélni. A ifjúsági csapat kivételével mindenki edzésbe állt, ugye egészen a U8-as csapattól, a serdülő csapattal bezárólag. Az ifi csapat és a felnőtt csapat ők már nem edzenek, hiszen ott ugye, arról már beszéltünk, lezárult a bajnokság, befejezetén nyilvánították. Ott a játékosok még azt gondolom, hogy otthoni edzést, akkor mondom, hogy online edzést végeznek, illetve azt a szezont, illetve azt a részét a kézilabdának itt már befejezetnek tekintjük erre a szezonra. Mi is várakozással nézzük a híradásokat, hogy hogyan indulhat és miként indulhat újra majd a bajnokság, illetve nem újra, hanem a következő bajnokság, hiszen ezt, mint mondtam, már befejezetnek nyilvánították, úgy, ahogy történt márciusban, ahogy volt az a állás, és nem tudjuk még hogyan tovább. A játékosokkal majd nyilván fogunk tartani egy záró összejövetelt, amennyiben engedik a rendelkezések, és akkor igyekszünk tervezni a jövőt. A klub utánpótlás edzője Tóth Norbert is érzékelte a saját korosztályán a várakozást a közös gyakorlásra, mind a szülők, mind a gyermekek részéről. Az edzésprogram lebonyolítását és ellenőrzését tekintve természetesen könnyebbség a szakembereknek is a személyes jelenlét. Az első edzésen nagyon-nagyon elfáradtak, teljesen nincsenek formában. Ez a futó edzések, ez náluk az szobában azért kimaradtak, egy kis láberősítő gyakorlatok voltak igazából, amit otthon tudtak végezni, de itt a futásokkal voltak egy kis problémák, azért hamar elfáradtak. Természetesen sokkal könnyebb így, mert így szem előtt vannak, és inkább ilyen játékos gyakorlatokra fektetem inkább a hangsúlyt. Egymással kiütő ilyen sorversenyek, képességfejlesztő játékok, kapuralövések, amiket természetesen ott nem tudtak megcsinálni, ezeket gyakoroljuk inkább. A női kézilabda klubnál a héten döntöttek a folytatásról, így a szervezett csoportos edzések a napokban kezdődnek. A játékosok azonban dolgoznak azon, hogy jó fizikai állapotban várják a folytatást. A sportélet visszaköltözött a futballpályákra is. A Nánási Focisuli Egyesület a héten invitálta először közös foglalkozásra játékosait. A Magyar Labdarúgó Szövetség is felhívta az egyesületek figyelmét a biztonsági intézkedésekre. Ezeket követik a focisuliban is, így például az edzők és a játékosok is fertőtlenítik a kezüket, illetve az edzés során használt eszközöket. Május 18-a az a nap, amikor újba kijöttünk, edzésbe kezdtünk. A Magyar Labdarúgó Szövetség által, szigorú szabályozás által, amiket minden tekintetben be kell tartani. Ennek a legfontosabb egy nyilatkozat, amely esetben a szülő nyilatkozik, kiskor esetében nyilatkozik arról, hogy semmilyen betegséggel, semmilyen kapcsolatban nem volt, és a legfontosabb, edzéseken való részvétel önkéntes. Lehetőleg olyan edzéseket próbálunk összehozni minden korcsoportban, hogy ez a kontakttávolság betartása tudjuk biztosítani játékok nélkül. A fiatalok otthoni készülését a focisuli korábbi növendéke, a német élvonalbeli Bayer Leverkusen és a magyar válogatott játékosa Csiszár Henrietta, valamint klub és válogatott béli csapattársa Zeller Dóra is segítette. Különböző labdás ügyességi feladatokról küldtek felvételt az egyesületnek. Videó segítségével próbáltuk a gyerekeknek
az otthoni edzést megtartani. Minden tekintetben azt a vonalat próbáltuk, amit Henny és Dóra segített az edzésekben. Az edzés látogatottság már az első napokban magas volt, nem jelentett kivételt ez alól Csíszár Szabolcs és Gönczi János U13-as korosztálya sem. Előbbi úgy látja, a gyermekek becsületesen végezték a kiadott egyéni gyakorlatokat, ennek köszönhető, hogy az újrakezdés utáni első edzésen is jól teljesítettek. Nagyon várták a gyerekek, nagyon nagy lelkesedéssel vannak, nagyon sokan írtak, hívtak, hogy mikor lesz edzés, hogy lesz edzés, úgyhogy mi nagyon örülünk, hogy el tudtuk kezdeni. Én azt látom ezen az én csapatomon, az U13-as csapaton és a Gönczi Jani csapatán, hogy még inkább előrébb vannak a gyerekek. Nagyon sokat gyakoroltak, dekáztak otthon, csinálták a gyakorlatokat, amit küldtünk nekik, így azt gondolom, hogy nekünk nem ért minket nagy hátrány. A szigorított edzésfeltételek okoznak némi fejtörést az edzőknek, hogy kellően változatos és hatékony programot tudjanak összeállítani. De mint mondja, ennek kigondolására a kényszerpihenő alatt volt elég idejük. Igyekeztünk olyan gyakorlatokat csinálni, amit otthon nem tudtak elvégezni. Ilyenek például itt a kapura lövő gyakorlatok, a páros gyakorlatok, minél több labdaérzékelést próbáltunk, lövést próbálunk beletenni. Ezzel próbálunk. Az erőnlétet pedig fokozatosan majd a jövő héttől elkezdjük, most még az első héten még lezárt. Játék nincsen, mérkőzés játék az edzésen, hogy kerüljük a kontaktokat. Próbálunk olyan gyakorlatokat összeállítani, amikhez úgymond megvan a távolság, ami nagyon nehéz, de az elmúlt időszakban volt rá lehetőség nekünk felkészülni edzőknek. A következő hetek, hónapok rendjén a járványhelyzet alakulása változtathat, de ahogy országszerte, úgy városunkban is, igaz szokatlan feltételek mellett éledeznek a sportegyesületek. Most pedig kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika témái. Június közepéig közel másfél kilométernyi út és járda szakasz kap új burkolatot az óvoda, az iskola, a Széchenyi és az Achim-András utcákban. Idén rendkívüli módon online iratták be óvodás gyermekeiket szüleik a választott általános iskolákba. A jelentkezések alapján a Bocska István általános iskolában 109, míg a Református általános iskolában 46 elsős kisdiák kezdheti meg tanulmányait szeptemberben. Jó hír a fürdőzés kedvelőinek, hogy bár korlátozott üzemmódban, de május 28-ától 4 szabadtéri medence, a Sport a két Tam medence, illetve a Gyermekmedence üzemeltetésével megnyitja kapuit a hajdunánási gyógyfürdő. Fokozott biztonsági feltételek mellett újra csoportosan edzenek a férfi kézilabda klub utánpótlás játékosai és a Nánási Focisúli Egyesület fiatal labdarúgói, a napokban a női kézilabda klub utánpótlás korosztályainál is elkezdődnek a szervezett közös tréningek. Mai műsorunk végére értünk, én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!